Méltó külsőt kapott a város két emblematikus épülete, de emellett jelentős energetikai korszerűsítés is zajlott. A Városháztér egyes épülete esetében megtörtént a homlokzat hőszigetelése, emellett a fém és kőszerkezetek restaurálását is elvégezték a szakemberek. A tetőt is felújították, oda napelemek is kerültek. Ezzel együtt pedig elengedhetetlen volt az elektromos hálózati rendszer korszerűsítése. A nyílászárókat is kicserélték, ezt a munkát a Városháztér 2-es épületen is elvégezték. Ezek barokk paloták, amelyek különböző időszakban érték el a mai formájukat, viszont hosszú évtizedek óta jelentős nagy belső és külső felújításra nem került sor. Itt-ott beavatkozás történt, de átfogó felújítás nem, és erre bizony most már a ház nagyon megérett. Cserpakovics András hozzátette, a felújítás ideje alatt a hivatal dolgozói az épületben végezhették a munkájukat. Ezt folyamatos költöztetésekkel oldották meg. A polgármester szerint nem csak nekik, hanem a városban élőknek is jó hír, hogy véget értek a munkálatok. Nem szabad elfelejteni azt sem, hogy mégiscsak a város közösségének központi és közösségi tere és épülete. Nem véletlenül nem polgármesterházának, nem jegyzőházának hívjuk, hanem a városházának. Rengeteg programnak, rendezvénynek ad otthont és lehetőséget, emellett pedig több mint 300 ember munkahelyét is jelenti. Aki kíváncsi, hogy milyen lett a Városháza a felújítás után, megnézheti, hiszen idén is lesz Városháza túra. A hagyományokhoz hűen az advent időszakban újra megnyílik az érdeklődők előtt az épület, és vele együtt a polgármester irodája is.